siis Tuossi! Élménnyel a mai nap. December 12-e 2022-ben Norvégiában, jelenleg Oszló városából próbálok kijutni. Télben van mai nap részem, ugye a reggeli mínusz 18 fok, most ez a havazás, tele kihívással a mai nap. A rakódás is nagyon nehezen jött össze a tengelysúly miatt. Körülbelül tízszer kellett visszaszedni, meg átpakolni az árut, és hát az lett a vége, hogy kevesebbet viszek, mint a terv szerint, így tudtuk csak megoldani a tengelysúly kérdést. Hát nem egyszerű, gyerekek. Utolsó munka, utolsó norvég munka ebben az évben. Rántott az autó.
Jó reggelt, sziasztok! Csó norvég munkám 2022. december 12-én. Közeledek Svinesund határra, ugye ki kell álljak vámolni. Hát eléggé hűvös van kint, de mutatom nektek. Minusz 18 fok körül ingadozik most, még 30 km Norvégia, és ugye Oszló fölé megyek, szóval nem kizárt, hogy mai nap még lesz minusz 20 fok is. A trakódásra nem egy kellemes dolog, de vastag kesztyűt húzok. Kedd van, hát hogy ma vissza tudok-e hajózni, az jó kérdés. Ugye 4,5 óra vezetésem el fog menni a lerakóig. Hát most nem tudom, hogy Kristiansandba megyek-e, vagy vissza ide Svédbe. De ha Kristiansandba megyek, akkor még lehet esélye, hogy ma áthajózzak Dániába. Ha nem, akkor csak szerdán. Hát a hétvégi hazaérkezés az megint csak kérdéses. Ugye most mennék haza, ez a második hetem. Hanem utána a héten már karácsony, szóval belecsúszik a harmadik hétbe. Így jártam. Lényeg az, hogy a karácsony otthon legyen. Úgyhogy utolsó fagyos norvég munkám. Oszló fölé megyek egyébként egy 30-40 kilométerrel még. A visszarakó mi lesz, azt majd csak azután fogom megtudni szerintem. Úgyhogy addig is hajrá! Lehet megyek le az alagútba.
a gyerekek, robbantás lesz. Azt mondták, vegyek fel súlyt. Úgyhogy előkeresem a füldugaszomat. Le kellett húzzam az ablakokat, a robbantás nyomás ki ne vigye. Füldugót bedugtam. Fako! Zistuosi! Látszik, ez durva. Ilyenben még nem volt részem. Végeztem a felrakással. Próbálok kijutni a bányából, most nem kapok felvezetőt. Gyerekek. Tehát bekapcsolom a dipi zárok is, mert meredek lesz a part. Szóval végeztem és megyek ki a felszínre. Benyomtam a diffizát, mert nagyon vizes az út. Hát filmbe illő az egész. Talán feloldott az ablakmosóm is, be volt fagyva. És nyomatom gyors, még mielőtt felérek.
odakint is már besötétedett. Kérdezzük, hogy mehetünk-e. Jó. Oké. Szóval. Most kell kapcsolnom egy navigációt. Havas lett az út, úgyhogy nem lesz egyszerű a dolgunk. Nem akarok láncolni, minusz 12 fokban. Zárat, mert az így szerintem hatékonyabb lesz, és akkor visszamegyünk az előzményekhez, és akkor Svinesund Alden. Ereszteni, mert mínusz 12 fok van és ráesett a hó az útra, úgyhogy simán csúsznék lefelé, mint a szánkó. Hát igen, ez Norvégia decemberben. A mai nap az csupa izgalomból áll. Valahol majd kell csináljuk egy fékpróbát. Az autó, mert egy jót szlalonozni. Sőt, most már majd
nem le is szabályzott nekem. Kifizárral ugye lehet kanyarban rúgatni. De hát bekapcsolva hagyom, mert annyira jön. Azt a kurva, tudjátok mi volt ez a belógó faág? De megijedtem. Hú, lenyomta a faágot aztán. Csúszik azért. Azért rugálom a gép becsülettel. Következő haladási irány 119 km. De Zsolt időben elállt. Ha már az utamba állt. Gyerekek, tesz ebből. Megálltok, mert nem tudok elindulni. Azt a odalent még stau is van. Nehézkesen tudok kijutni Oszlóból, pedig nagyon fogytán az időm. Egy órán van még a 15 órámból.
izgalmas volt, a mai nap levettem a föld alá. Robbantottak is. Tele van élménnyel a mai nap. Na, legalább bejáratom télen Oszló belvárosát is. Mellettünk az, nem is tudom milyen aréna, nem akarok rosszat szólni, inkább nem mondom. Aki nagy futball rajongó, azt tudja, hogy Norvégiában, Oszlóban milyen aréna mellett jövök éppen. Ennyire havas a város, akkor milyen lehet a pálya? Azért kevesebb autó mozog, azért hidegebb is van, mert a városban egy-két fokkal mindig melegebb van. Itt is egész enyhe mínusz 7 fok van, reggelihez képest nagyon jó. Na, megfagyott a 40 fokos fagyálló is, most már az sem jön. Csak szuper.
Az a durva, srácok, hogy még Oszló közepén vagyok. Mi lesz ebből? Munkaidő túllépés. Gyerekek, van itt a mai nap izgalom becsülette. Na gyerekek, most dobom el az agyam. Túl fogok vezetni, már itt araszolok másfél órája Oszlóban. Hát most mit, nem is tudom, hogy erre lehet-e valamit mondani. Káromkodni lehetne, de visszafogom magam. Ebben a kamionozásban tudjátok, az a szar, hogy mindig, minden körülmények között valahová sietned kell. Vagy a lerakóra, vagy a felrakóra, vagy épp hazafelé mennél, vagy épp a munkaidőt fogyott el, vagy a parkoló telik meg, szóval minden egyes alkalommal valahová sietni kell. Ebből lett elegem egyébként. És ugye ez a stressz kiváltó egyik oka. A forgalomban a sok idióta lehetne részletezni. Ugye
egyébként a karácsony az utóbbi években erről szól, erről a nagy tömegről, a tömegnyomorról. Ilyen pánikvásárlás, meg ki tudja még mi vezérli az embereket, hogy ilyenkor autóba üljenek. Ugye legrosszabb a hétvégi sofőr, aki havonta csak egyszer veszi elő az autóját, kijön a hóra, aztán összetöri magát. Nyomtatott nekem egy egész rollt, nyomtattam egy szalagot, mert munkaidő túllépésem lesz. Ez olyan hosszút nyomtatott, hogy jaj. Én akartam a Norvégot, úgyhogy nem lehet egy rossz szavam sem. Már 8 perc alatt esélytelen, hogy bárhol is megálljak. Na, 5 perc múlva lejár a hivatalos 15 órám. Írja is a tachográf, hogy 5 perc van vissza. Sajnos eléggé hosszúra nyúlott ez a Stau itt Oszlóban. A tachográf már visszaszámol, 4 percen van. 4 percen van a 15 órámból. Úgyhogy már nyomtattam is a szallagot, és hát nem tudom, hogy mennyit fogok túlvezetni, de túl fogok, az már biztos. Az is lehet, hogy el kell menjek egészen Svinesundig, ami még 105 km, még 22 óra, hát azért nagy bünti ára megfognak. Nem tudok mit csinálni, nem tudok megállni. Megint valami politikus lesz, ezt kár elengedni. Ez nem mentő, meg nem tűzoltó, az ilyet. Unta a várakozást. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát sok minden nem. Kenyél egy lekváros kenyeret. Például. Példának OK-ul. Izé. Lekvár. Thank you.
kicsit, mintha terelnék le a forgalmat jobbra, a térkép szerint. Most pont erre akartam kerülőutat keresni. Hát ott is be van állva, úgyhogy sok reményt nem fűzök. Ebből a szemszögből viszont jó lenne, hogy valahol meg kell álljak. És azért egy ilyen alsórendű úton nagyobb eséllyel találok valamit az út szélén. Látom a szembe jövő oldalon is fölfelé elakadt személyautó villog. Esik pár centi hó, aztán megáll itt is az élet. Hát ez van. Egy órája már túlléptem a munkaidőmet, de hát nem tudok mit csinálni. Meg is írom a szallagomat. A stau hátán. Látom, hogy parton fölfelé el vannak akadva a kamionok, ott van a baj. Itt van a stau oka, hogy ott fölfelé van egy meredek part, és ott nem tudom, hogy a kamerából mit láttok, de elakadás jelzők villognak sorba. Azok mind elakadt kamionok. Van is keresztbe fordulva, ha jól látom. Nem egyszerű a történet. Norvégia. Megint megfagyott a... Pedig most töményen öntöttem bele ezt a mínusz 40 fokosat, de... halványan, de az én oldalamon működik szerencsére. Ez nélkülözhetetlen Magyarország sikeréhez. Nem egyszerűen egy olyan dolog, hogy majd egészségesebbek leszünk, meg máshogy gondolkodunk, ha gazdagok leszünk. Nem, akkor leszünk gazdagok, ha máshogy gondolkodunk az egészségünkről. Tehát egy egészen más egészségiparra van szükségünk, és az egészség felértékelésére. Természetesen a zöld gazdaságra történő átállás egy furcsa divat gondolatként is értékelt valamiből vezető gondolattá vált helyesen. A platformok és az adatalapú gazdaság is megerősödnek. Egy regionalizációs trend erősödik.
új világrend alakul ki, és az új világrend és az új világ gazdasági szabályrendszer állandó kocsantásban van. Mind a kettő, mi nem tudjuk, hogy csak pozitív hatással van egymással, vagy erős negatív hatással is, például az ellátás és termelési láncok szétszakadása lehet ilyen. Most de bizonyosan felgyorsult az új világrend kocsantás. A technológiai vállalatok, maga a technológiai szolgáltatások egy új szakaszba kerültek, a személyestől, a közvetlentől, a közvetett szakaszba. Az otthonunk, nem csak a kedvesebb lett, meg biztonságosabb lett, de a munka és a munkával kapcsolatos összes tevékenység, például a tanulás, tudásbővítés, szempontjából de a biztonság minden formában. Azért nem lehet egyszerű itt a rendőröknek se. Minusz 10 fokba itt kint állnak és irányítják a forgalmat. Egyesével engedik a kamionokat, megvárják, míg fölér. Akkor egy fölért, akkor mehet a következő.
van, akkor be tudok állni. Jó reggelt, sziasztok! Hát sikerült megaludnom ezen a selkuton, ahogy látjátok, elég szépen behavazódott reggelre. Még nem járt le a 9-es pihenőm, úgyhogy még kell várnom pár percet. 8 óra 53 percnél járok. Amint megvan a pihenőm, kezdem a napomat és go Svinesund! Majd mutatom nektek, hogy így a reggeli ellenőrzés mellett miket kell még így a téli időszakban figyelembe venni és megoldani. Ugye ilyenkor beavazódik a pótkocsi teteje meg a kamion teteje, ezt célszerű leszedni. Esetleges károkozás elkerülése miatt. De ezt majd mutatom kint hamarosan. Kíváncsi leszek egyébként az elindulásra, hogy ki tudok-e jutni a parkolóból, gondolom a pálya járhatóbb lesz ott, látom tükörben, hogy járják a hótolók, meg az autók is, kamionok is. A közben meglett a 9 órás pihenőm. Az nagyon fontos, hogy ilyenkor, amikor túlvezeted a munkaidődet, mint ahogy én is tettem tegnap több mint 2 órával, ilyenkor is minimum 9 óra egybefüggő pihenőt tartsál, mert nem azért fog megbüntetni, mert túlvezettél, túl dolgoztál, hanem azért, mert két részletben vetted ki a pihenőt, ugye, mert nem fértél bele a 24 órába, és az, hogyha meg is büntet, nyilván, hogy kisebb tétel lesz, szóval egy egy 9 órás pihenőt mindenképp tartsál akkor is. 9 óra 1 percet. Még 1 percet kell várni. Kezdem a napom. Meg is van. Akkor megyünk, körbejárjuk az autót, letakarítjuk a tetejét, és akkor go! Megyek, fel is leütögetem egy létszer.
Na szóval először a lapát nyíllel. Nincs megfagyva. A netcél majd leviszi. Ez nagyon fontos téli időszakban, hogy jég ne legyen a pótkocsi tetején. Simán beüti egy autó szélvédőjét, ahogy én is jártam pár éve. Kaptam egyet a Rajkai határnál. A kamionnak beütötte a szélvédőjét. A keréknyomás még egy fontos itt téli időszakban, a hideg miatt ugye csökken a térfogat a levegőnek, és kisebb lesz a légnyomás. Hóval átmosom. Most körbejárom még egyszer kamera nélkül is, és akkor majd indulok. Jó. Kérném szépen, mínusz 10 fok van az autó szerint.
csak sikerül. Biztos, hogy most nagyon nem fogok száguldozni, szerintem beérem ilyen 60-70-nel. Száz kilométer még Svinesund. Hát svéd az nem biztos, hogy jobb lesz, mert ott volt, azon a részen volt a mínusz 18-ban. Szabad, hogy megálljak, mert akkor én is megállok. A dupla tengelyes vontatóval alig tudott megindulni azon az enyhe parton a svéd, vagy a norvég. Hogyha én megállok, akkor nekem a két évszakos gumival biztos, hogy stop. Mai nap sem lesz kihívás nélküli a munka. Az a baj, hogy ez a fagyott mínusz 10 fokos hó, ez nagyon tud csúszni. De svédben lesz a veszélyesebb ott a mínusz 20 foknál. Hát reméljük, hogy ma enyhébb lesz egy picit. Nincs is egyébként sok kamion után. Viszont a lejtőn lelassítok, amennyire csak tudok. Megközelítőleg 40 km után belefutottam a mai Stauba is, de nem is lehet száguldozni, mert gázadásnál már farul ki az autó, úgyhogy csupa ég az út. Egyébként kezdő sofőröknek mondom, akik ilyen útra tévednek, hogy a gázadással ugyanúgy vigyázni kell, mint a fékezéssel, mert ugyanúgy keresztbe lehet fordítani az autót. A reggeli indulás a parkolóból az nem volt könnyű, csak harmadjára sikerült, enyhe kis parton. Ez a mínusz 9, mínusz 10 fok jellemző a mai napra, ez tartósan megvan. Hát még a svéd oldalon ugye lehet az a mínusz 18, mint tegnap. De Svinesundon úgyis a vámolással elmegy egy kis időm, remélem, hogy addig javul egy kicsit az útminőség. Még 64 km Svinesund. Most nem a megszokott vámon kell vámoljak, hanem egy másik helyen. Úgyhogy ott még meg is kell keressem a helyeket. Az is idő, hogyha úgy adódik. Itt viszont lehet, hogy megáll a forgalom. Ennek nem örülök. Bár nagyon nem kell sietnem, mert 13-a van és szerdai nap, és 16-ai a belga lerakom.
de azért jó lenne haladni. Jó lenne még a mai nap áthajózni. Pont rosszkul kapcsoltam ki a kamerát, kellett egyet fékezni. Nem is volt dékezés, de csúszott az autó az alagútban. Viszont ott mögöttem úgy látom összementek, mert kirakta az elakadás jelzőt. Csúcs szuper. Na a lényeg az, hogy bent az alagútban annyira csúszik az autó, hogy 30-szal dolgozott már az ABS. Kell tartani legalább egy 50 métert. Ja, mögöttem megállt a forgalom, összementek a kamionok szerintem. És látjátok, 30-as tempónál megvan a baj. És alagútban a norvégok meg végig előztek engem olyan bátran. Hát mindegy, egy a lényeg, hogy én kerüljem el a bajt. Én ne menjek senkibe, meg belém ne jöjjön senki. 10 km/h is dolgozik az ABS. Szerintem ott is van valami gond itt a szembejövő oldalon. Emelték fel a kamiont, az vagy lerobbant. Ráadásul ez a hosszú szerelvény lesz. Hát egy ilyet vontatni se lehet semmi. Ez egy olyan nyerges pótot húz, mint én, csak még előtte van a... Hát nyilván szétakasszák, hogyha van eszük. Azt vártam, hogy lefelé jobb lesz az út, de ahogy megyek Svédország felé, mint hogyha egyre rosszabb lenne. Mondjuk ez tegnap is így volt, hogy azon a részen ott Svinesund előtt még a hó is nagyobb volt, nem csak a hőmérséklet volt alacsonyabb. Úgyhogy még az igazi kihívás az még hátra van a mai nap. De mondom, nem sürgős a lerakó, szóval ha az van, akkor inkább félreállok, aztán állok egy napot, mint sem, hogy kockáztassak. Na megint jön egy elvetemült. Majdnem nekem jön az idióta. Azért közöttünk, hivatásos sofőrök között is vannak nagyon rossz sofőrök. Néha azt mondom, tényleg jó időben, jó körülmények között sietni kell. De azért könyörgöm, életveszélyes útvonalon. Ja, mert te nem annak itt éled, attól még nem azt jelenti, hogy nem az. Az előbb, ahogy láttátok, alagútba, ahol nem volt hó, 30-nál alig tudtam megállni. Na, megjelent egy sózó hótoló, nem is egy, hanem kettő a szemközti sávban. Miénkben még nincsen. Ajaj. Ezek a legveszélyesebbek itt a kihajtóknál. Befékez előtted. Mondom én nektek, hogy ahogy megyek lefelé, egyre rosszabb az út.
egy ilyen üres szerelvénynek nem könnyű most a helyzete. Jól tolja neki pedig. Bár lehet, hogy nem üres, mert lehet rajta lemez meg alacsonyabb áru. Kicsit letisztítottam az ablaktörlőt. Rá volt fagyva vastagon a jég, de most se akar jönni az ablaktisztító. Csak csurog. Nem nehezen akar megindulni pedig. A mínusz 40 foktól távol vagyunk még. Na mindegy, megindulok Svédország felé. Végeztem itt a expedíciónál, megkaptam a plusz papírokat. Úgyhogy megyek a svéd oldalra, a vámra, és akkor ott levámolok. Hát az előbb itt sétáltam gyalog, ez a letaposott hó, ez tükörég. Kicsit rá is megyek erre a hóra, nehogy neki csusszak a másik kamionnak, mert egy picit lejt ez az út. Haladj tovább azonos irányban határ. 150 szál, fordulj balra a második lehetőségnél, majd azonnal fordulj jobbra. 300 szál a közforgalomnál, hajtsd ki az első kijáraton. Szóra 27. Meg is vagyok a vámolással, kaptam tépapírt, úgyhogy király király. Éppen egészen 8.30-tól 11.30-ig vártam itt, mire összeszedték magukat, és kiderült, hogy mehetek tovább a kis hiba ellenére, hogy egyre kevesebb áru van fent, mint a papírokon.
sofőri jég. Rendesen jár az autónak az alja, látszulja. Érzem, hogy táncol.